Három előadást nézhettek meg a színházrajongók a Mezőkövesdi Színészeti Egyesület 20 éves jubileumi rendezvénysorozatához kapcsolódó harmadik Matyóföldi Baráti Színházi Találkozó keretében. Elsőként Márt P. Ildikó és Kazár Pál Üvegvirág című zenés történelmi játékát láthattuk a Hajdúnánási Nanás Színház társulatának előadásában, október 11-én a Közösségi Ház színpadán. A társulat minden találkozóra elhoz egy színdarabot, idén egy vadonatúj művet láthattunk tőlük, amely annyira új, hogy itt Mezőkövesden adták elő mindössze második alkalommal. Az Üvegvirág írója és rendezője, Márt P. Ildikó, maga írja a társulat számára a darabokat, úgy, hogy az illeszkedjen a szereplőkre, ez adja a különlegességét az előadásoknak. A mű az 1916. évi székely menekültek befogadásának kapcsán íródott, egy székely fiú és egy hajdúnánási lány egymásra találásáról szól, humorral és dalokkal átitatva. A Mátyás király kerestetik című vásári komédiában sem volt hiány mókás jelenetekből, amelyet az erdőszentgyörgyi Bodor Péter színkör Prücskök nevű ifjúsági csoportja mutatott be a közönségnek október 13-án. Károly Bálint rendezte a darabot, amelyben a társulat tehetséges fiataljai Mátyás királyról szóló meséket adtak elő, például a névnapi jóslat, Mátyás okos felesége vagy a kőleves. A számos tréfás párbeszéddel és humoros jelenettel teletűzdelt színpadi játékban egy olyan királyt kerestek, akiről azt tartják, hogy Székelyföldön áruhában felfelbukkan és megleszkészteti a népét. A baráti találkozó harmadik előadása egyben az Egyesület jubileumi rendezvénysorozatának záró programja volt. Áldó Nikolaj Egy életem, egy halálod című abszurd darabja, amelyet a Máté Szalkai Gondolat Kamara Színház társulata adott elő október 13-án. Az Erdős László rendezte egy felvonásos műben egy szerelmi háromszög bontakozik ki előttünk, amelynek három szereplője a feleség, a férj és a szerető egymás ellen szövetkezik. A feleség gondos tervet készít, és amikor már úgy tűnik, minden a tervek szerint halad, egy apró hiba tönkretesz mindent, és a történet végkifejlete teljesen másképp alakul, ahogy az elején a néző gondolta. A szórakoztató előadást a találkozó zsűrije, Simorjai Emese és Várhelyi Dénes vendégművészek értékelték, elmondták a színészeknek észrevételeiket. A két színművész mindhárom darabot megnézte, Várhelyi Dénes értékesnek, értelmesnek és tanulságosnak ítélte a találkozót. Teljesen másként kell, ezt azt gondolom, venni és értékelni nekünk profi színészeknek, mert ahogy itt elmondtam a társulatok tagjainak mindegyiknek, hogy tisztelet és becsület azért, hogy ők ezzel foglalkoznak, holott mindenkinek megvan a maga munkája, családja, pénzkeresete, és mind a mellett ők ilyen kultúra továbbítók, és ezzel foglalkoznak méghozzá nagyon lelkesen és nagyon értelmesen, és ez nagyon becsülendő. Gyerekeknél különösen, itt volt most ez az erdélyi kis csoport. A színművész nem először járt Mezőkövesden, 2007-ben és 2008-ban a Mátyás király reneszánsz hétvégén közösen lépett színpadra az Egyesülettel, Mátyás királyt alakította, amire szívesen emlékszik vissza. Simorjai Emese szerint mindhárom előadás nagyon különleges volt. Én nagyon örülök, hogy részese lehettem ennek a három napnak. Érdekes volt, meglepő volt, mind a három különböző volt. A játék szeretete kiderült mind a három darabban, és ez jó érzés volt, mert ez azt jelenti, hogy az amatőrök a munka után még energiát szánnak arra, hogy valami művészit alkossanak, és nagyon dicséretesek voltak a hajdunánásiak és az erdélyi gyerekek is, és Máté Szalkaiak. A színművész azt is elmondta, nagyon szívesen látna még több előadást a Közösségi Ház színpadán. A zsűri tagjai nem csupán tanácsokat, hanem különböző elismeréseket is adtak a színészeknek az értékelés végén.